A Fi és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, április 29-e van, ezen a napon ünnepi egyházunk Szijjénai Szent Katalin Szüzet egyháztanítót. Arról a mondott szentmisét elhunyt Juliánna lelküdvéért ajánlom föl. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szíveket, Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket, Krisztus, kegyelmezz! Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben járj értünk, Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Dicsőség a magasságban Istennel, és a földön békesség, a jó akaratú embernek. Szijjénai Szent Katalin szívében fellobbantottad az Isten szeretett tüzét, hogy szemléje Krisztus Urunk szenvedését, és egy házat szolgálatára szentelje életét közben járására, hogy akik részesedünk Krisztus szenvedésében, mindörökre újjongjunk dicsősége kinyilvánulásakor, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
Szent Lecke, Szent János apostol első leveléből. Szeretteim, az üzenet, amelyet Jézus Krisztustól hallottunk és nektek hirdetünk, ez: az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt állítjuk, hogy közösségben vagyunk vele, és sötétségben élünk, akkor hazudunk, és nem cselekszünk az igazság szerint. De ha világosságban járunk, mint ahogy ő is világosságban van, akkor közösségben vagyunk egymással, és fiának, Jézusnak vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt állítjuk, hogy nincs bűnünk, saját magunkat vezetjük félre, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, akkor mivel jó és igazságos, megbocsátja bűneinket, és minden gonoszságtól megtisztít minket. Ha azt állítjuk, hogy nem vétkeztünk, hazugnak tüntetjük fel, és tanítása nincs bennünk. Gyermekeim, ezeket azért írom, hogy ne kövessetek el bűnt. De ha valaki bűnbe esett, van szószólónk az Atyánál, Jézus Krisztus az igaz. Ő az engesztelő áldozat bűneinkért, nem csak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is. Ez az Isten igéje. Áldjad én lelkem, Urunkat, Istenünket! Áldjad én lelkem, Urunkat, Istenünket! Áldjad lelkem az Urat, egész bensőm az ő szent nevét áldja! Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd, hogy hozzád milyen jó volt! Áldjad én lelkem, megbocsátja minden vétket, meggyógyítja minden gyengeséget, a pusztulástól megmenti életet, kegyelmében és irgalmában meg is koronázza. Áldjad én lelkem, Urunkat, Istenünket! Alleluja, 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 alleluja. Áldalak téged, Atyám, mennek és földnek, Istenem, mert feltártad a kicsinyeknek országot titkai. Alleluja, alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek! És a kereteket! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus megszólalt és ezt mondta: magasztallak téged, Atyám ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok és terhek alatt görnyedtek, én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat és tanuljatok tőlem, mert én szeléd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéjé. Kicsik bölcsessége és az
okosak bölcsessége, ez a kétfajta bölcsesség, ez a kétfajta okosság számtalanszor előjön a Szentírásban, alig hanem már az Ószövetség lapjain is találkozhatunk a kicsiknek az erejével, vagy a kicsiknek az okosságával, vagy a kicsiknek az okosságával, vagy a kicsiknek a bölcsességével. Nyilvánvalóan ezek mögött, a szavak mögött, e mögött, a gondolat mögött alapvetően az az igazság húzódik meg, hogy igazából egy okosság és egy bölcsesség van, és ez az egy okosság és egy bölcsesség, ez igazából a mindenható Istené. Benne van Istennek az a végtelen és megfejthetetlen valósága is, amellyel ő ebből az okosságból vagy bölcsességből juttat másoknak. Lehet, hogy nem is egy egész életen keresztül, csak egy pillanatra, vagy egy bizonyos élethelyzetre, egy bizonyos életszakaszra. Nehéz igazán okosnak és nehéz igazán bölcsnek lenni. Nehéz igazán alázatosnak lenni. És igazán fölismerni azt, hogy mit kíván a Jóisten tőlünk. Nem olyan könnyű egy közösséggel együtt mozogni például, de hogyha ezt az ember meg tudja tenni, és föl tudja fedezni azt, hogy valamilyen módon egy közösség mindig taníthat engem, az egyháznak az egész közössége, a pápának, a tanító hivatalnak a fönsége, és az ő végtelen rámutató tudása, akkor lehet, hogy könnyen balázatosnak lennem, mert az a közösség, amiben élek, utat mutat nekem arra, hogy hogyan viselkedjek, mit csináljak, hogyan imádkozzam. Érdemes ezeket a dolgokat úgy szem előtt tartanunk, akkor, amikor például a saját bölcsességünket, vagy a saját okosságunkat próbáljuk, hogy is mondjam, csak élezni. Éppen a legnagyobb alázatosságnak, vagy a legnagyobb bölcsességnek a jegyében. Szabad egy kicsit elgondolkozni azokon a dolgokon, hogy azon a dolgon, hogy mennyire akarom a saját bölcsességemet, okosságomat, vagy jámborságomat mások ellen egy kicsit fegyverként használni, így vagy úgy. Hogyan akarom a saját dolgaimat egy kicsit úgy, hogy is mondjam, úgy előre nyomni. Nehéz dolog lemondani saját magunkról, és nehéz dolog lemondani saját jámborságunk, érdekeinknek az érvényesítéséről. A kicsiknek az okosságában és a kicsiknek a bölcsességében azért mindenképpen ott van, ahogy az előbbiekben elhangzott, a Jóisten bölcsességére való hivatkozás, az ahhoz való kapcsolódás. Honnan is forrásozik, vagy forrásozhat a mi bölcsességünk? Mi mutathat irányt a mi bölcsességünknek? Itt az egyházon belül, ami ugye a katolikus, egy szent, egyetemes, apostoli. Hogyan tudjuk a bölcsességnek a forrásához, ami életünket hozzáigazítani. Olyan érdekes, éppen tegnap egy kicsit hosszabb utazásban vettem részt, és amikor visszajöttem, hát most hagyd ne mondjam el a körülményeket, úgy rájöttem arra, hogy mennyire fontos is lehet nekem a gazdag ifjúnak a története, és hát sok-sok gondolat, meg sok-sok dolog kristályosodott így ki bennem, és akkor az ember úgy rágondolt, vagy úgy, hogy tulajdonképpen most akkor hát mire is hivatkozok végső soron? Hát a gazdag ifjú történetének a mondataira, vagy gondolataira. Na de arra én miért hivatkozok? Hát ugye azért, mert az a Szentírás. Na de honnan jön a Szentírás? A Szentírás az egyháznak a hagyományából adódik, ami egy élő hagyomány. Tehát tulajdonképpen a hagyomány és a Szentírás az valahogy együtt mozog, együtt van. A Szentírásnak a szavai igazából, ahogy erre nagyon szép gondolatokat találunk ugye az elmúltból, vagy a múlt időkből, vagy elmúlt időkből, hogy nem a pergamenek lapjain öröklődnek igazából, hanem az emberi szívekben. Tehát egy élő közösség az egyháznak a közössége,
akárhány betegség van benne, akárhány elhalt ága van, akárhány bűne van, nyomorúsága van, az egyetemes katolikus egyház az élő közössége Jézus Krisztus alapításának és hitének, és ez a közösség adja meg számunkra, ugye a Szentlélek erejével a bölcsességet és az okosságot. Ebből forrásozik a Szentírás, és ez él együtt, vagy egyben, avval a hagyománnyal, ami egy közösségnek az élő valósága tulajdonképpen. Tehát a hagyományt ugye csak akkor lehet értelmezni, soha nem szabad elfelejteni, mert akik ugye nem innen érvelnek, azok következésképpen nem juthatnak jó, hát hogy is mondjam, konklúzióra. Tehát az élő közösségben ugye a folytonosság van meg. Tehát, hogy meg tudom vonni a vonalat Jézus Krisztustól egészen a mai napig egy közösség által. Tehát ezt nem szabad elfelejteni. És innen forrásozik a mi bölcsességünk, illetve ezzel van összhangban a bölcsességünk. Tehát, hogyha a püspöki kar valamit mond, akkor én azt megteszem. Ha a püspök valamit mond, aki ugye a pápával összhangban van, akkor én azt megteszem. És akkor kapcsolódok be én tulajdonképpen az egyháznak az élő hagyományába, illetve már abban is, hogy ezt elfogadom, hogy engedelmeskedek ennek a döntésnek. És nem kezdek külön utakat járni. Például a nagyobb és mélyebb jámborságnak a, hogy is mondjam, csak az elgondolásával. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Tehát amiben, tehát mitől élő az egyházunk? Ugye attól élő, hogy ez a Jézus Krisztus közösségével mozog egyben, mozog együtt, a Szentlélek által. Mozgott most is, és mozgott eddig is így. Érdemes ezen egy picit talán így elgondolkozni. Milyen jó az, hogyha valóban ebben a közösségben benne tudunk lenni, és milyen nagyszerű, hogyha ebben a közösséggel együtt tudunk valóban mozogni. És ebben tudunk igazán autonómok lenni. Sokszor eszembe jut, és erről azt hiszem közösen is elmélkedtünk, vagy elmélkedhettünk már, hogy a jó közösségi ember az mindig igazán autonóm. És az igazán autonóm az jó közösségi ember. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Tehát a két szélsőség az megint más. Az autonómiának a túlhajtása, igazából ez nem is az autonómiának a túlhajtása, egy tulajdonképpen egy ilyen lázadó típusú valaki, akinek mindig mindenkivel szemben igaza van, és ő tudja a dolgokat. A másik oldalon pedig ott áll ugye a csorda ember tulajdonképpen. De mi sem egyik nem vagyunk, sem másik nem vagyunk. Egyszerre vagyunk közösségi emberek, és egyszerre vagyunk igazán autonóm emberek, egyszerűen azért is, mert ez a kettő, ez egymást erősíti. És ebben van a bölcsességünk, ebben van az okosságunk, mert ez kapcsolódik igazából az egyháznak a hagyományához és a Szentíráshoz. Ezzel együtt mozog az, aki bölcs és okos. És lehet akármilyen kicsi, akkor is ennek a bölcsességnek, ugye a Szentlélek által, tulajdonképpen Isten szerint, vagy Istenhez mérten, Isten által örököse. Amen. Kérjük testvéreim a mindenható Istent, minden világosság atyát, hogy teljesítse igazságra éhező és szomjazó hívei kéréseit. Adj, Urunk, egyházadnak bölcs tanítókat és apostoli lelkületű hithirdetőket, hogy a világ egyre jobban megismerje Szent Fiat evangéliumát. Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, hogy megszűnjék az írás tudatlanság a földön, és a szentírás ismeretében is gyarapodjanak a népek. Kérünk téged, hallgass meg minket! Támasz hívő szakembereket az emberi tudás minden ágában, neved dicsőségére és a lelkek javára. Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, hogy a szülők meg ne feledkezzenek ígéretükről, amelyet megkeresztelt gyermekeik vallásos nevelésére tettek. Kérünk téged, hallgass meg minket! Ne engedd, hogy világi tanulmányainkban előre haladva,
elhanyagoljuk a szentek tudományát, az imádságos lelkületet és az ember szeretet gyakorlását. Kérünk téged, hallgass meg minket! Istenünk, te kiapadhatatlan fényességben lakozol, gyarabítsd híveidet minden ismeretben, és add meg nekik szent lelked segítségét, hogy élettükkel tanúskodjanak a te igazságodról Krisztus a mi Urunk által. Áldott vagy Urunk mindenség Istenem, mert a te bűkezőségedből kaptuk a kenyeret, felajánljuk neked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra az élet kenyere. Áldott legyen az Isten mindörökké. Áldott vagy Urunk mindenség Istenem, mert a te bűkezőségedből kaptuk a bort, felajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra a lélek itala. Áldott legyen az Isten mindörökké. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja az Úr kezedből az áldozatot, nevére dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentet házjavára. Irgalmas Atyánk, vedd jó néven ezt az üdvösség szerző áldozatot, amelyet Színai Szent Katalin ünnepén felajánlunk, hogy intelmein épülve neked, igaz Istenünknek, egyre buzgóban adjunk hálát Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek! Én is a te emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Méltó és igazságos! Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten! Mert magasztalnunk kell gondviselésed csodálatos titkát, hogy választottaid van, akik országodért magukat Krisztusnak szentelték, a gyarló embert az ősi ártatlanság állapotára hívod, így már most megtapasztalja azokat a javakat, amelyeket a jövendő életben teljesen birtokol. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged és vég nélkül zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy! Mindenség, Uram Istenem, dicsőségedben tölti a mennyet és a földet, hozzának a magasságban. Áldottak így jön az Úr nevében, hozzának a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt.
Vegyétek és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyha az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Imeitünk szent titka. Halálodat ültetjük, Urunk, értsük te vagyunk te támadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, te tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, János és Ferenc segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Julianna szolgálódról, akit magadhoz szólítottál ebből a világból, add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat föltámadásában is. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Szijénai Szent Katalinnal, első remete Szent Pállal, rendünk pátriárkájával, boldog Özséb atyánkkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa jövele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindenekké. Amen. Urunk
Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egy házat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen mindenség köztünk mindenkor. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Énekeljük a 152. éneket. Ó Jézus, emlékezni rá, a szívnek szent örömmel áll, de minden Krisztus lelke, Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus vére, nyitás meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem, Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem, ó jóságos Jézus, hallgass meg engem, szentse legyen be, rejtse engem.
Könyörögjünk! Add Istenünk, hogy az örökké valóságot nyissa meg előttünk a mennyei lakomaj, amelyben részesedtünk, és amely Szijjénai Szent Katalin testvéretét is táplálta Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te veledettel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek veled van. Imádkozunk a Pálostent szándékára, édes magyar hazánkért oltalmad alá futunk. Istennek Szent Anyja, könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, minden koron dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutasd be minket Szent Fiadnak. Amen. Szent Mihály Arkangyal, védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszít vissza a kárhozat helyére. Amen. Boldog asszony, anyám, régi nagy hatonám, nagy